Sziasztok! Nemrég fejeztem be a napi edzésemet kint a szabadba, és úgy döntöttem, hogy ameddig egy kicsit a testem megnyugszik, megpihen, addig felveszek egy videót a napi hálámról, a hála videómat, ha lehet így mondani, és elmondom a mai hálámat. Ma egy kicsit próbálok egy tanácsot is adni, ha lehet így mondani. A tegnap elbeszélgettem a jó barátommal, és mint mindig a mai világban, a mai helyzethez, bár most lehet úgy is mondani, egy kicsit nyugisabb a helyzet mostan, mert most nyár van, lehet azért. De a helyzet miatt felhozott az utazás. Terveztem, hogy ebben az évben elrepülök az Egyesült Államokban, de még egyelőre még gondolkodok rajtam. És ezáltal, ezzel a témával felhozott, hogy az Egyesült Államokban mennyi, sajnos mennyi ember elhagyta a világunkat. És persze nem jó ilyeneket hallani, de nem csak az Egyesült Államokban, hanem ez a úgynevezett korona miatt elég sokan, vagy elég sokat elveszítettünk, ha lehet így mondani. Én persze tényleg sajnálattal állok e helyzethez, és mondtam is, hogy persze meg tud ez történni, és tényleg nem jó ilyeneket hallani, de a beszélgetésben felhozódott az is, hogy annyit hoztam föl, inkább én, hogy én mindig hallok egy német egészségügyi sporttanár, elég ismert itt Németországban, Patrick Heitzmannnak hívják, és mindig a műsorait, hogyha megnézem, vagy meghallgatom a napi informatív műsorait, úgy az étkezés irányába, az egészséges táplálkozásba, úgy a sportba. Szoktam az ő podcastját, lehet így mondani, nem tudom, ha ismeritek, de a lényeg az, hogy olyan, mint egy rádió. És ő mindig a végén elmondja, amit nagyon szeretek, hogy van egy olyan lezáró mondatja, amit én is a magyar közönségnek próbálok elmondani, az ismerőseimnek, amit nagyon szeretek használni, ugyanúgy magamnak is, mert nagyon tanulságos mondat. Az nem más, mint hogy megpróbálom lefordítani tökéletesen, az az, hogy maradj egészséges, de tegyél azért, hogy egészséges maradj. És én ezt mondtam a tegnap a barátomnak, hogy a kihívás, meg a gond az, hogy tény, hogy sokan elmentek tőlünk, vagyis úgymond meghaltak a vírus miatt, de azt senki se teszi fel azt a kérdést, hogy miért is tudta őket megtámadni az egyszerű vírus. Persze nem akarok most ebbe belemenni, megtörténhet akárkivel, és tényleg veszítettünk, én is veszítettem el közeli ismerősöket, és nem jó ilyeneket hallani, de mint a tanulmányok mutatják, és az ember kicsit utána olvas, akkor mindig kiderül, hogy van valami mellék betegség, vagy valami más. De még egyszer mondom, nem szeretnék ebbe mélyen belemenni, inkább azt szeretném mindenkinek tanácsolni, hogy mármint én tanácsolom, de én is pont úgy olvasom és ugyanúgy tanulom, hogy tényleg oda kéne figyeljünk az egészségünkért. Vagyis nem várható el, hogy egész nap egészségtelenül táplálkozunk, tápanyagot eszünk, ha lehet így mondani, fagyasztott pizzától kezdve, gyors étkezde, és még folytathatnám. Persze hétvégén
tonna számra alkoholt nyomunk magunkba, vagy talán hétköznap is, már attól függ ki, hogy van ideje. Azon kívül dohányzás meg még folytatnám. Null mozgás, null sportolás, semmit se teszünk az egészségünkért, és akkor csodálkozunk, hogy egy ilyen egyszerű kis vírus minket, vagy az emberiséget úgymond le tudja győzni. Régen, ha visszaemlékszünk, főképp a 80-as, 70-es, 90-es, mit tudom is én ki, meddig volt úgymond, vagy mennyire, már nem emlékszem pontosan az internet világa mikor jött be, de a lényeg, hogy sárba játszottunk, és ott ettük a kis szendvicsünket, a zsíros kenyerünket, ha lehet így mondani, és nem voltunk soha betegek, mert a szervezetünk meg tudott küzdeni mindenféle baktériummal és vírussal. A mai világban már annyira egészségtelenül táplálkozunk, hogy a szervezetünk azt se tudja, hogy mit tegyen a sok kémiai tápanyaggal. Persze, hogy akkor egy vírus meg tud támadni minket. De még egyszer mondom, nem szeretnék ebben mélyen belemenni, mert ezt tudom, hogy ez egy elég felrázó téma, de amiért én hálás vagyok, inkább végezetül, az, hogy hálás vagyok magam miatt, hogy én megteszek mindent, és minden nap elmondom magamnak, hogy tegyél meg mindent, Csabi, amit én, hogy egészségesen éljél. Szóval tényleg mindenkinek tanácsolom, hogy tegyen meg mindent az egészségéért, próbálja meg egy kicsit mozogni, próbálja meg egészségesebben élni, étkezni, és miután ezt megteszi, akkor legyen hálás, hogy egyáltalán megteszi. Úgyhogy én is ezért vagyok hálás, hogy egyáltalán teszek minden nap azért, hogy egészségesen éljek. És bár nem azt mondom, hogy most tökéletes vagyok, nekem is vannak félrelépéseim, mint minden embernek, és ez pont jó így, mert nem kell legyünk tökéletesek, de azért, ha megteszünk mindent, hogy megpróbálunk megtenni mindent, hogy egy kicsit egészségesebben éljünk, és odafigyeljünk a testünkhöz, akkor szerintem könnyebben le tudunk győzni egy ilyen egyszerű vírust, és nagyobb az esély, hogy az emberek, vagyis a körülöttünk normalizálódik minden, és boldogabbak leszünk. Mert én tudom magamról, hogy még egyszer mondom, nem szeretnék visszamenni a múltba, mert a múltban nem érdemes élni, de amióta változtattam az életformámon, az életstílusomon, azóta sokkal boldogabb is vagyok. Úgyhogy tényleg az ember kicsit tesz az egészségéért, akkor tényleg nem lesz akkora, vagyis nincs akkora nagy kihívással, nem rendelkezik akkor nagy kihívással. Úgyhogy, ahogy mondja Patrick Heisman, maradj egészséges, de tegyért is azért, hogy egészséges maradj. És ezért legyél hálás utána. Sziasztok!